úgy gondolom, hogy az első harmadba jól kezdtük, illetve az edzők is felhívták a figyelmet, hogy fontos a jó kezdés, úgyhogy én személy szerint meg voltam elégedve az első harmaddal, a második harmadban egy kicsit úgy zöttyögött a játékunk, illetve voltak helyzeteink, amit sajnos nem tudtunk kihasználni, a harmadik harmadban is meg voltak a helyzetek, ugye volt kapuvasunk, minden, úgyhogy sajnos ez most nem ment be, de úgy gondolom, hogy legfontosabb, hogy majd áprilisban menjen be, hiszen ugye a dánok ellen is volt már ilyen példa, és a németek ellen is, hogy a dánok ellen például minden edzőmérkőzésünket megnyertük, és a legfontosabb mérkőzésen kikaptunk, vagy a németek ellen ugye kikaptunk, és a legfontosabb mérkőzésen meg sikerült nyernünk. Mik azok a pozitívumok, amiket tovább lehet vinni ebből a meccsből? Több kulcsszavunk is van mérkőzésről mérkőzésre, mindig három kulcsszó van megadva. Úgy gondolom, hogy a csapat próbálja ezeket a kulcsszavakat beépíteni a játékba, illetve nagyobb hangsúlyt fektetünk ezekre. Hát most formálódik igazából még az ember előny, ember hátrány. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó tapasztalatszerzés mindenkinek, a fiataloknak is, ugye, mert még vannak hiányzó játékosaink, illetve sérült játékosaink, úgyhogy az edzők is szerintem nézik, hogy ki milyen helyre alkalmas. Úgyhogy ezeket szeretnénk csiszolni, és tökéletesíteni áprilisra. Több mint 500-an voltak itt a meccseteken, és szurkoltak hangosan, főleg ugye itt a hosszabbításban. Milyen érzés volt, és milyen érzés tényleg ennyi ember előtt, és hazai pályán játszani, mekkora pluszt ad? Mindig jó érzés, talán 2019 óta vagyunk hozzászokva, azelőtt sajnos nem volt annyira ilyen népszerű a női jégkorong, úgyhogy nagyon örülünk, hogy egyre népszerűbb és többen látogatnak ki a mérkőzésünkre, és természetesen nagy erőt ad nekünk, hogy mindenki, szülők, barátok, illetve a szurkolók velünk vannak és támogatnak. Vasárnap Japán ellen zárjátok a tornát. Egy teljesen más meccs lesz, mint az eddigi három, az ellenfél stílusából kiindulva? Abszolút szerintem, mert a japán csapatot ismerve az U18-ban, felnőttben tudjuk, hogy a japán mentalitás olyan, hogy gyorsan korcsolyáznak, mindenhol ott vannak, de ilyen mérkőzéseink lesznek áprilisban, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó próba, attól függetlenül, hogy ugye másik csoportban szerepelnek, de nekünk minél több ilyen mérkőzés kell játszani ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni áprilisban.